A matracot fordítottam meg épp az ágyon, amikor hirtelen fájdalmat éreztem. Azt gondoltam, talán csak rosszul mozdultam. Ez semmi, mondtam magamnak. Nem soká elmúlik. A fájdalom azonban egyre erősödött. A nyakamtól kezdődően a jobb karomon keresztül a könyökömön át egészen az ujjamig hatolt, a kezem is elzsibbadt. Amikor megfogtam valamit, a fájdalom úgy belém nyilalt, hogy nem tudtam a kezemben semmit megtartani. Elmentem az orvoshoz, hogy tudjam, mi a teendő idegbecsípődés esetén. Az orvos azt mondta, hogy gyógytornára kell járnom, és valószínűleg műteni kell majd. Erre azt válaszoltam neki, nem, hiszem, hogy Isten meg fog gyógyítani. Körülbelül 10 nappal ezután bekapcsoltam a tévét, és ahogy a csatornákat váltogattam, az egyiken éppen Gordon imádkozott valakiért, akinek a jobb oldalán fájdalom volt. Zsibbadás és nyilaló fájdalom váltja egymást a jobb vállától a bicepszén keresztül a könyökéig. Amikor mondta a jobb oldalt, a zsibbadást, a nyilaló fájdalmat a nyaktól, tudtam, hogy rólam beszél. Amit nem tudott azelőtt a jobb karjával megcsinálni, most tegye meg. És tudja meg, hogy Isten meggyógyította és helyreállította önt a Jézus nevében. Forgatni kezdtem a fejem, felemeltem a kezem, és dicsértem az Urat, és tudtam, hogy ő meggyógyított. Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy meggyógyítottál! A fájdalom és a zsibbadás eltűntek. Hiszem, hogy Isten meghallgat, amikor hozzáimádkozom. Bíznunk kell benne, hogy amikor imába kérjük a gyógyulást, az Úr meggyógyít bennünket.